Vendéggyőzelemmel kezdődött a férfi kosárlabda bajnokság bronz mérkőzése. A zsilvásárhelyi Energia a harmadik negyedben meglépett ellenfelétől és eldöntötte a találkozót. A bukaresti Steaua az utolsó negyedben nem tudta beérni az oltjánokat, így az első csatát 20 ponttal vesztette el 95-75-re. A két győzelemig tartó bronzmeccs vasárnap folytatódik Turgusiun. Dicséretre méltó eredményeket értek el az utóbbi napokban a romániai országúti kerékpárosok. Előbb az egyetlen romániai kontinentális kerékpárcsapat, a Tusnád Cycling Team volt látható az azeri körversenyen, majd Sergej Cvetkov és Eduard Grosu az olasz körön csillogtatta meg tudását. 14. helyen fejezte be a Tusnád Cycling Team kerékpárcsapata az azerbajdzsáni körversenyt, de az eredménynél is fontosabb, hogy a csapat tagjai közül Andrej Nekitát többször is láthattuk a képernyőn. Szintén nagy meglepetés volt Sergej Cvetkov, aki az olasz körversenyen megnyert egy szakaszon belüli időfutamot, és sokáig szökésben is volt. Ugyancsak az olasz körversenyen volt látható az ernyesti Eduard Grosu is, aki szintén részt vett egy szökési kísérletben. Én büszke vagyok a fiúkra, hogy ott tudtak szerepelni, tehát ilyen szintre el tudtak jutni. Emlékszek vissza ezelőtt egy jó pár évvel, 10-12 évvel, amikor a román kerékpárosok mentünk külföldre versenyezni, akkor hát a legtöbb része csak a kulacsokat tudta összeszedni az út széléről, tehát körülbelül ez volt a szint. Hozzátette, mindezek az eredmények annak köszönhetőek, hogy a Román Kerékpáros Szövetség éléről eltávolították azokat a személyeket, akik éveken keresztül hátráltatták a munkát, és most jó úton haladnak. Egész Székelyföldön készültek a 13. erdélyi gyermek focikupa döntőjére, amelyet évenként szerveznek a székelyföldi általános iskolák számára. A focikupán 24 csapat mérkőzött. Gyermekzsivajtól volt hangos a csíkszentdomokosi focipálya. A felcsiki községben 13. alkalommal szervezték meg a hagyományos erdélyi gyermek és ifjúsági focikupát. Ezt a korábbi években a legendás aranycsapat tagja Buzánszky Jenő vezette. Az ő tiszteletére és emlékére a sportesemény ezután Buzánszky Jenő erdélyi gyermek és focikupa nevet viseli. Amikor 13 évvel ezelőtt elindítottuk, akkor nem is gondoltuk, hogy ebből egy ekkora focikupa lesz, és ilyen sok gyereket mozgat meg. 106 csapat azért az végeredményben azt jelenti, hogy több mint 1000 gyerek focizott eddig. A bajnokságra Hargita, Kovászna Maros és Bákó megyéből érkeztek a csapatok. Ez a bajnokság nekünk azért nagyon fontos, mert téli sportok otthona vagyunk, jégkorongozunk, de a focizunk is mellette. És ez az egyik lehetőség, mondhatni szinte egyetlen, hogy az iskolás focit ki tudjuk bontakoztatni ilyen erdélyi gyermekfoci szinten. Az első csapatok Magyarországra utazhatnak gyermeknapra, ahol a magyarországi focikupán játszhatnak. Emellett a pénzjutalom mellett idéntől egy vándorserleget is kap a győztes csapat.